Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, csodáljuk, ahogy kezdetben elválasztottad a sötétséget a világosságtól, a vizeket a szárazföldtől, majd benépesítetted különböző élő lényekkel, mindegyiket a maga neme szerint. Köszönjük, hogy férfivá és nővé teremtettél bennünket. Sajátos küldetést adtál így nekünk. Magasztalunk, hogy amikor visszaéltünk azzal a szabadsággal, amit nekünk ajándékoztál, te kegyelmesen jöttél a Krisztusban, hogy megrontott, általunk megrontott kapcsolatot helyreállíthassuk. Köszönjük a karácsonyt, a hozzánk lehajló, szabadító szeretet, testélet csodáját. Köszönjük a karácsonyt, hogy a távolságtartást is legyőző lelki közösségben lehettünk együtt. Segíts most ezen a vasárnapon is, hogy jól értsük igédet, és ahhoz szabjuk életünket. Amen.
Kedves testvérek, a János szerinti evangélium első fejezetéből a 19. és következő verseket olvassuk. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitkákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem vagyok az. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak. Mit mondasz magadról? Erő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Ki vagy te? Ezt a kérdést teszik föl keresztelő Jánosnak közel 2000 évvel ezelőtt. De úgy gondolom, hogy neked is, nekem is már sokszor föltették életünk folyamán. Különösen, ha olyan környezetbe kerülünk, ahol mi sem ismerünk mindenkit, de legfőképpen minket nem ismernek, akkor be kellene mutatkozni. Ha nem tesszük, akkor megkérdezik előbb-utóbb, hogy ez kicsoda. Ki vagy te? Ez a kérdés egyre inkább égetőben merül föl egy gyökereit szaggató, elvesztő Európában. Egyre inkább komolyá válik a kérdés, hiszen Európa, amelyik keresztény gyökerű volna, azt is jelenti, noha nem mindenki ért ebben egyet, hogy sokan nem veszik észre, de valaki így fogalmazta meg, Európában még az ateista is hívő. Gondoljunk csak egyetlen egy dologra, a mögöttünk lévő ünnepre, karácsonyra. Az európai emberek karácsonyt ünnepeltek. A keresztények is, és a nem keresztények is. Sőt, még azok is, akik talán magukat, mondjuk egy fölmérés megkérdezése idején nem vallásosnak, esetleg ateistának mondanák. Karácsonyt ünnepeltek, mert Európát meghatározta a bibliai tanítás. Így alakultak ki az ünnepeink is. És noha tagadja, nem fogadja el a bibliai üzenetet, mégis a bibliai üzenet lényegét elfelejtve vagy megtagadva karácsonyt ünnepelt. Pedig karácsony a testélet szeretet ünnepe. Jézus születésének ünnepe. Karácsony Biblia nélkül nem karácsony, legfeljebb marad a mi kis emberi szeretetünk ünneplése. Ki vagy te? Sokan szeretnének többnek, másnak, nagyobbnak látszani, mint amik valójában. Aztán azzal is gyakran találkozunk, hogy némelyek maguknak toleranciát követelve, arra hivatkozva erőltetik a saját ideológiájukat, elképzelésüket másokra. Ez egy sajátságos, furcsa viselkedésmód. Tapasztaljuk, hogy miközben a ki vagy te kérdésre nem is olyan könnyű talán válaszolni, hogy az egyén jogai, mintha sokakban fölé kerekednének a közösség jogainál,
a közösség lényegénél. Amikor túlhangsúlyozzuk önmagunkat, amikor elé helyezzük, és csak mi vagyunk, egész pontosan én vagyok, ahol mindig az én diktál. De ez nem jó világra, jó világot fog eredményezni. Ki vagy te? Mintha néha egyre hangosabbak lennének a bizonytalan nemi identitás hangoztatói, erőltetői. Úgyhogy időszerű a kérdés, amit annak idején föltette Keresztelő Jánosnak, kicsit vádaskodva, kicsit érdeklődően, a küldöttek, mert valakik nyomoztattak, és elküldték embereiket Keresztelő Jánoshoz oda a Jordán mellé, ki vagy te? Mert megoszlottak a vélemények. Észre kell vennünk az evangélista megjegyzését, Jánossal kapcsolatosan azt írja, János vallott és nem tagadott. Valójában kimond egy nemet, és kimond egy igent. Egy kicsit vizsgáljuk meg akkor közelebbről. A téves elképzelésekkel szemben, mármint amit Jánosról gondoltak a korabeliek, egyik, másik csoportja, nos, ezekkel szemben kimondja a nemet. Nem vagyok a Krisztus. Pedig milyen hízelgő lenne? Mesiásnak mond. Gondolták, mondták némelyek. Kimondja a téves elképzelésekkel szemben, hogy nem vagyok illés. Némelyek bizonyos ószövetségi ígéret alapján úgy gondolták, hogy illés fog visszajönni. Nem vagyok. Pedig illés az ószövetség egyik nagyon nagy embere. Profétája. És nem vagyok a proféta sem. Megint voltak némelyek, akik a profétát várták. Nos, egyik sem vagyok. Nem fogadja el, nem él vissza ezzel az elképzeléssel, hogy némelyek annak gondolják. Nem akar így népszerűsködni. A Szentírást ismerő embereknek eszébe juthat a Cselekedetek könyvének 14. fejezete, az a történet, ahol arról olvasunk, hogy Pál munkatársával Barnabással Lisztrában jár, meggyógyulott egy sánta, és az ottaniak élükön a pogány főpappal isteneknek vélik Pált és Barnabást. Olyannyira, hogy a pogány főpap már hozza az áldozati szertartás kellékeit is, hogy áldozzanak a földre jött isteneknek. Nos, ekkor Pál és Barnabás nem kacsint össze, hogy nem azok vagyunk, de hagyjuk rájuk, nagyobbnak gondolnak minket. Talán így elfogadják jobban az evangéliumot, amit majd mondunk nekik. Hanem kimerik mondani, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Nem vagyunk földre jött istenek. Nem él vissza Pál és Barnabás mindezzel, a téves elképzeléssel, sőt, amikor azt mondja, hogy mi nem vagyunk istenek, akkor azt mondja, hogy de térjetek meg az élő Istenhez. Egyik másik téveigésbe csúszó emberek felé mondják, Istenhez térjetek meg. Mi követei vagyunk. Mi emberek vagyunk. Nézzük az igent. Mert nem egyszerűen nemet mond János bizonyos téves elképzelésekre, amik ugyan népszerűbbnek tüntethetnék föl, vagy nagyobbnak őt, hanem kimondja az igent is. Vallott arról, hogy ő kicsoda. Kihez tartozik. És már most érdemes észrevennünk, meg is fogalmaznunk, hogy Keresztelő János a Messiáshoz kapcsolódva, a Messiáshoz viszonyítva határozza meg önmagát. Azt mondja, kiáltó hang vagyok.
Ezt mindenki értette az ott lévők közül, hiszen ismerték az ószövetségi proféciát, ismerték, hogy majd az eljövendő messiás előtt valakit elküld az Úr, kiáltó hang a pusztában, készítsétek az Úrnak útját. Azt mondja János, én ez vagyok. Csak ez vagyok. De ez vagyok. A messiáshoz viszonyítva határozza meg tehát önmagát. Sőt, még folytatja is János, ahogy a próféta megmondta. Vagyis itt az Isten üdvözítő tervének egy fontos mozzanata valósul meg, de akkor is én csak egy kiáltó hang vagyok. De az vagyok, azt vállalom. Készítsétek az Úrnak útját. Ő is megtérésre szólítja föl az ott lévőket. Most így karácsony után, talán még ott van emlékezetünkben Mária József története. És emlékezünk csak Máriára, amikor a felkavaró üzenetet megkapja, hogy gyermeket fogan majd, hogy nagyságos lesz, nagynak mondatik, Isten fiának mondatik, majd az a gyermek, akkor részben megdöbben Mária, nem érti, bár a messiási ígéret az neki ismerős, de amiért előhoztam ezt a részt, az igazán az, hogy hogyan határozza meg magát Mária. Nem azt mondja, hogy én vagyok az ég királynője. Nem Isten anyjaként próbál megjelenni, pedig nem kis dolog, és egyedi az üdv történetben, amit az Isten reábízott, hanem ennyit mond, így határozza meg magát, az Úr szolgáló leánya. Ez vagyok. Nem teljesen értem, de kész vagyok cselekedni az Isten akaratát, szolgálni az ő ügyét. Vagyis Mária is önmagát az Úrhoz való viszonyban tudja meghatározni. És ez az igazán jó dolog. Mert hogy, hát merjük kimondani, önmagunkat csak másokhoz viszonyítva tudjuk meghatározni. Gondoljunk arra, férj vagyok. Akkor a másikhoz, a feleséghez viszonyítva határoztam meg magamat, feleség vagyok. Akkor a férjhez viszonyítva határozza meg magát. Szülő vagyok, nagyszülő vagyok, gyermek vagyok. Ha egyáltalán csak megnézzük a család összefüggéseinket, akkor is látjuk, hogyha csak azt mondjuk, hogy én Péter, én Sándor, én Tamás vagyok, én Lajos vagyok, én Katalin, én Sára vagyok, jó, ez a nevem, de ki vagyok? Én szülő vagyok, házastárs vagyok. De folytathatjuk tovább a családon kívül is. Gondoljunk arra, amikor valaki azt mondja, hogy én beosztott vagyok, én vezető vagyok, főnök vagyok, akkor valakikhez viszonyítva tudja meghatározni magát. És ez több, mint egyszerűen, ha a nevét mondja. Vagy gondoljunk arra, amikor azt mondjuk, hogy én magyar vagyok. A másik azt mondja, hogy én német vagyok. Én szlovák vagyok. Vagyis mindig máshoz, ráadásul itt már egy közösséghez viszonyítva határozza meg önmagát az ember. Tehát csak másokhoz viszonyítva tudjuk megfogalmazni önmagunkat. És itt érkeztünk el a legizgalmasabb és a legkeményebb kérdéshez. Nevezetesen ahhoz a kérdéshez, hogy de ki határozhatja meg lényünket, életünket? Tehát kihez viszonyítva fogalmazom meg magamat? Mert vannak az életnek ilyen helyzetei, viszonylatai, amikre az előbb utaltam, de az egész életem vonatkozásában kihez viszonyítva határozom meg magamat? Ki vagy te, kedves testvérem, vagy kedves barátom, aki talán hallod most mindezeket, bár nem tartozol a gyülekezethez. Ki vagy te? Hogyan határozod meg magadat? Csak valakihez, valakikhez viszonyítva tudjuk megfogalmazni. De kik lehetnek azok,
akikhez életünk lényegét, akikhez viszonyítva szeretnénk életünk lényegét meghatározni, megfogalmazni, kimondani. János nem az apjára hivatkozik, pedig az is egy viszonyítási pont. És nem más valamikre, hanem azt mondja, kiáltó szó vagyok a pusztában. Az Úrhoz viszonyítva határozza meg magát. És majd később olvasunk arról is az evangéliumban, Jézus megkeresztelése történetében, hogy neki, Jézusnak növekedni kell, nekem meg alábbszállni. Tudni, ő a messiás. Én csak útkészítője vagyok. De hozzá viszonyítva határozza meg magát. Máshol az írás így beszél, hogy a vőlegény barátja, János magát a vőlegény barátjának, azaz Jézus barátjának határozza meg magát. Nos, ki vagy te? Ha megkérdezik, mit mondasz? Igen, van, ahol be kell mutatkoznod, a nevünket mondjuk. De ebből még nem sok minden derül ki. Aztán lehet, hogy elmondod, hogy családos vagy, lehet, hogy elmondod, hogy hol dolgozol, milyen beosztásba vagy. De ki vagy te? Mert hogy mi a foglalkozásod, mi a beosztásod, ez is fontos, de ennél több az ember. Ki vagy te? Hogy is mondja a magyar? Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni. Ki az, ne talán mi az, ki az, akihez viszonyítva saját lényedet, létedet szeretnéd megfogalmazni, akarod megfogalmazni, és vállalod megfogalmazni. Ki vagy te? A Szentírás Ószövetségi részében, Jeremiás próféta könyvében, ott a második fejezetben olvasunk nagyon kemény sorokat. Többek között azt is, hogy az Úr a korabeli, tehát körülbelül 2700 évvel ezelőtti Izraellel kapcsolatosan azt mondja, hogy hitványságokat követve maguk is hitvánnyá lettek. És nem kérdezték, hogy hol van az Úr. Ha a hitványsághoz viszonyítva határozzuk meg magunkat, akkor olyanokká leszünk mi is. Hitványokká. Ha a bálványok határozhatják meg a gondolkozásunkat, értékrendünket, akkor az csak erkölcsi süllyesztőbe visz bennünket. Kedves testvérem, ki vagy te? Merd megvallani. Mert megvallani, hogy Isten teremtménye vagy. Akkor is az vagy, ha ezt nem hiszed és nem vallod. Mert akkor is egy család gyermeke vagyunk, ha netalán megtagadtuk őket. Mert megvallani, hogy fölismerted, hogy Isten teremtménye vagy. Hogy férfi vagy, hogy nő vagy. Hogy apa vagy, hogy anya vagy. Hogy gyermek vagy. Mert megvallani és vállalni mindezt. És merd megvallani, hogy az Úr megváltott gyermeke vagy. Karácsony után különösképpen erősödjön meg ez bennünk, hogy kegyelembe fogadottak vagyunk mi is, nem csak Mária, ahogy hallottuk az ünnepen. Merd megvallani, hogy Krisztus követő vagy, vagyis a Krisztushoz viszonyítva meghatározni önmagadat. De ha keresztény vagy, akkor merd azt is vállalni, és merd kimondani, ha éppen a Nagyerdei gyülekezet tagja vagy, hogy én a Nagyerdei református gyülekezet tagja vagyok. Vagy ha más közösség tagja vagy, akkor vállald azt a közösséget, az Isten népének azt a közösségét. És merd megvallani, hogy oda tartozol, és merd vállalni ott a szolgálatot. Ki vagy te? Jánost újra és újra ezzel ostromolták. Nem vagyok a Krisztus. Jó, de akkor ki vagy? Nem vagyok az Illés. De akkor ki vagy? A próféta vagy? Nem elégedtek meg akkor ott azok, akiket oda küldött a hatóság, a korabeli hatóság. És János nem szalad el,
kimondja a nemet is a tévedésekre, és kimondja az Úrral kapcsolatosan az igent is. Kedves testvérem, tudjad, hogy bármilyen is a mi világunk, napjaink világa, hogy gyökereket szaggató, nem vállaló, önmagát meghatározni se tudó, vagy nagyon furcsán meghatározó, bármilyen is ez a világ, mégis sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ennek a világnak szüksége van azokra, akik egyértelműen, tisztán és világosan ki tudják mondani, akár úgy, ahogy Mária, hogy az Úr szolgáló leánya vagyok, vagy akár úgy, ahogy Keresztelő János kimondta hitét és fölismert, elvállalt küldetését. Mert kimondani te is, mert megélni te is, és ebben erősítsen az immár mögöttünk lévő ünnep, hogy én nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok, ahogy ezt a KT nagyon szépen megfogalmazza. Mert kimondani és mert élni, hogy Krisztus követő vagyok. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, Keresztelő János bátorító, tanító, hitvaló példájáért. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindazokat, akiket életünkben így adtál elénk, mellénk, körénk, hogy merték vállalni és megvallották hitüket, hozzátartozásukat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az esztendő vége felé János példája által minket is megkérdezel, hogy amikor lassan átgondoljuk az egész esztendőt is, akkor megkérdezel, hogy kik vagyunk mi. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy azért kérdezel meg, mert nem szeretnéd, hogy elsodródjunk ezzel a világgal. Hálát adunk a teremtési rendben kapott identitásunkért. És magasztalunk, hogy kegyelemből gyermekeidnek, Krisztus követőnek valhatjuk magunkat. Segíts, Urunk, hogy hűséges és szolgálókész tagjai legyünk annak a gyülekezetnek, ahova állítottál, ahova hívtál. Bátoríts, hogy mindenkor vállaljuk, megvalljuk hitünket, és így legyünk áldássá, rádmutató jellé, sokak számára, ebben a bizonytalan, gyökereit elszakító és bizonytalan kapaszkodókat kereső világban. Urunk, mi rólad neveztetünk, ezt valljuk hittel, segíts,
hogy ez így legyen az esztendő hátralévő idejében, és majd az új naptári évben is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen. Kedves testvérek, az esztendő utolsó gyülekezeti alkalma 31-én, óévfi istentiszteletként 4 órakor szokott lenni. Ebben az időben lehet elérni majd az internet segítségével az istentiszteletünket. Az új év első istentisztelete pedig mindig január 1-én 10:30-kor van, ebben az időpontban az internet segítségével most is találkozhatunk. Legyen így áldott, amíg hátralévő néhány nap ebből az esztendőből.